lepukkannak tűnik. Nem tudom. Ez a hely kb. Olyan a 60-as évek körül zárhatott be. Elég iramos állapotban van már. Többi része már nincs meg itt. Itt hátul volt még több rész, de azt már régen elbontották. Aki belép meg. Na, palicsott. Aki belép meg. Mi bajotok van? Azt a... de jó, azt ott... Figyelj, titeket! Ti idiótokat! Az a művelő... Mutatkozok! What is it? Hát a padlásra nem tudunk felmenni, vagy a tetőtérre, mert nincsen feljáró. De viszont van budi, azt már láttuk. Az nagyon fontos ide. Pottyantós budi. Igen, az is jó. Ez miatt a padlásra nem tudunk fölmenni. És még elnézem, már nem tudjuk meg itt a pottyantós budit sem. Vannak még itt érdekes kiírások, a kármás. Valószínűleg ez a legjobb. Már a első világháború is lehetett. Ez biztos. Van, amit a rádió kell is. Amikor meg fogunk nézni. Meg egy kis paraszt lesz. Amit meg majd utána fogunk megnézni. Nem bírtunk bemenni úgy kb. Két éve a rádiótoronyhoz, de most megnézzük, hogy be tudunk-e menni, mert le volt zárva. A vandálok már biztos felfűrték.
Na, itt vagyunk a rádióállomásnál. És itt van fent a torony, nem tudom, hogy látszódik-e. És ez itt az épület. És mindjárt bemegyünk, és megnézzük. Csak ez is benőtt a nagyon növényzet. Tudjuk, hogy be tudunk menni. Akkor 70-es években szülhetett meg kb. 1978. Na, akkor 80-as években. 78-ba? A magazin az 78-as. 78-as magazin van itt, akkor... Akkor lehet, hogy 80-as évek. 78, 79... Van itt egy könyv. Az első lépések. 1971. Az állomást. Itt lehetett az állomásnak a rúgja, vagyis maga a vezérlő. Egy... Vannak is itt még, mi csatlakozunk. Gondolom ez mindenhoz tartozhatott. Hegesztő pálca. És itt mehetett fel a kávon a toronyhoz, hogy nem kivezetett. Most ki volt vezetve. Ez 1978. Ez lehet még akkor is magyar tervezések, mind van a színű, ezt gondolom kapcsolódik egy kuliban. Thank you.
ezen gondolnak, megnézik a kis házat. Na, akkor megyünk a kis parasztházhoz. Még megnézzük, mi van bent. Érdekességet is találunk. Van egy kis rés a falon. Pici-pici. Kicsi rés. Parkett. Picigó. Az mi volt? Nem van valami. Aki lépkedett volna. Nem volt. Nem arra jutott. És meg gyertyákkal, kapunk-e választ. Ha jobb lesz az igen, abban a nem. Van itt valaki? Ha van, akkor a jobb oldali az igen, a bal oldali a nem. De ha nincs itt senki, akkor nem is ugye ez nem meg. Ugyebár. Tehát itt vagy? Van itt bárki? Thank you.
Van itt valaki, jelezzen. Úgy jelezzem, hogy tetszik neki, ahogy itt vagyunk, vagy nem. Igen, nem. Hát az igen, nekem a hangja eléggé rakoncárban fogjuk. Akkor szerintem csak a szellem miatt. Úgy tűnik, hogy nincs senki.